Na jó reggelt, miattám üdv a csatornán, sziasztok gyerekek, képen jelentkezik következő 1 milliárd euró kihívásos videósorozat következő részével, és én itt nagy munkában vagyok. Megint szórom ki a tojásokat, ugye amikor vetettünk, arattunk, akkor ma elmúlt egy csomó idő, és már megint egy csomó tojás termelődött, amiből már megint egy csomó pénzük lesz, amit már megint nem tudok elkölteni, mert már annyi pénz jön be, hogy az Isten tudja, hogy már mennyi gyerekek. Egyébként én itt már sorba indultam, szórom ki, most így látjátok, hogy ez hogy működik, amit a gameplay-en kívül csináltam. Hál' Isten, most ugye a dobozokban nagyon nem került, dobozok még nagyon nem kerültek ide, csak ilyen, hogy mondjam, ilyen ládákban, vagy ilyen raklapokon van az áru. Egyébként arra gondoltam, srác, nem tudom, hogy mennyire kivitelezhető, írjátok, ja, ide visszahoztam egyébként az üres raklapokat már, szóval itt azért történnek mindig a dolgok keményen. Azt nem hiszem el. Ja, veressük neki gyerekek, bekapcsoljuk az izé, hogy szedje föl, és akkor elviszük eladni, de ma nem ezzel fogunk foglalkozni, hanem ma egész mással, mindjárt meg fogjátok látni. Ugye ilyenkor így tudod felszedni szépen okosba, és már visszük is eladni a tokosba. Várjatok gyerekek, nem tudom mennyibe kerül, mindig elfelejtem megnézni. Ha 5000 fölött van, akkor jó. 5400 a szupermarketnél, gyerekek, akkor a szupermarkethez levisszük ezt a tojás mennyiséget, aztán mehetünk tovább a másfajta. Ó, azért szerencsé, hogy két helyen lehet eladni, ugye? Még nem raktam be eladóhelyet, mert még nem tudom, hogy mit szóltok hozzá, és nagyon nem akarom megbolygatni a gameplayt. Viszont annyiban lehet, hogy meg fogom bolygatni, hogy mivel most már azért néha el kellene a segítség, lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy föltöltöm a modpakot az egészet valahova, le tudjátok szedni, és multiplayerbe fogok elindítani bizonyos részek felvételét. Amikor így igény lenném, hogy segítsen valaki. Például nagyon nagy segítség lenne még az is, hogyha ezeket a tojásokat ugye valaki szépen felszedné és eladná. Amelyik nem olyan nagyon nagy munka, viszont nekem ugye tök nagy időveszteség, hogy én nekem ezt így el kell szállítanom. Hú, micsoda probléma, mi megint kerestük másfél milliót legalább. Ja, körülbelül egyébként annyit, de lehet, hogy annyit nem, mert most ugye ezek eléggé üres kések. Annyit csinálunk a mai részben, úristen, nekem ez most nagyon hangos, nem tudom, nektek nem hangos egyébként ez a gameplay. A mai részben annyit fogunk csinálni, hogy mindjárt be fogom tározni a tyúkoknak a kaját. Hát sajnos még mindig ugye a tyúkoknak a kaja az valószínűleg nem fog nyerre telleni, úgyhogy egy kicsit itt át kell gondolni a helyzetet, viszont most még csinálni fogunk valamit. Mert beraktam egy modot, amit ajánlottatok, hogy van ilyen. Jaj, bassza. Éreztem, hogy baj lesz. Kriptonit tábla megfogott minket, gyerekek. Megfogta azt a, mit tudom én, 30 tonnát, jó, 30 tonna lehet, hogy nincs, de 20, biztos van, 20 tonnát megfogta. Megfogta az alutábla. Mit akartam mondani? Azt akartam mondani, hogy pillanat, már mondom már is. Hogy küldetek nekem olyan raklapot, ami hasonló, mint ez, és rengeteg nyapjú fér bele, szóval nem kell azzal vinkódnom, hogy ezer nyapjúként vigyem a cuccot, és látni is, hogy mennyi van benne, szóval ez tök jó lesz nekem, gyerekek. Na, gyorsan ezt eladom, aztán húzunk is innen vissza ezzel a géppel, az üres raklapokat majd visszaviszem, meg hát ott is olyan annyi üres raklap van, mint a sár, szóval annyira nem is kell ezen aggódnom, hogy nem lesz nekem üres raklapom, ugye a csirkedelepet. Na, várjátok, ezt megint úgy kell erre csinálni, hogy ahogy szó, ezelőtt csináltuk. Na, azt mondja, hogy B-t kell nyomnom. Odé, hogy rakja odé, nem tudom egyébként mennyire tudja elrakni. Hát, még egy kicsit toljuk, még egy kicsit visszajök ér a tóri, azt akkor jó lett, de... jó van, majd azt a maradékot akkor így megoldjuk. Na! Nézzük, mennyi pénzt fogunk kaszálni, hát én egy olyan 1 millióra minimum számítok, vagy többre. Igen, mindet nem tudta sajnos, mert... egy kicsit ritkítom itt a helyet. Aztán elintézem, hogy az összes tojás azért legyen eladva. Gyereke, 900, hát olyan 1 millió már kapásba bejött, meg ugye van még néhány raklap itt, amelyiket ugye nem tud vele mit kezdeni. Mindjárt azt is berakja a keeper, aztán már mehetünk is tovább. Ja, olyan 1,2 millió körül szerintem. Azért kerestünk egy olyan 1,2 milliót. És gyerekek, van szépen, oda nézzé, van szépen 3 millió, amennyi még bőven nem volt, de az a durva, hogy most azon gondolkozok, most várjátok egy pillanatra, gondolkozok, hogy lehet, hogy ezt az uralt meg fogjuk tartani mi ennek a
ennek a tojástolóknak, és akkor vehetnénk igazából egy másik járművet, nem? Hát figyeljetek, annyi pénz, de mondjuk új, de most nem fogok költeni erre, hogy még egy nyerges legyünk, mert igazából kellene ugye a birkákat megvenni, ami nem kecske. Jó. Egyébként olyan kicsi ívbe, vagy kis helyen meg tudsz fordulni, ja, jó, van azért egyre nem kicsibe. Egy nyergessel. Ugye van egy YouTube-on az a videó, amikor a tartálykocsi, tudjátok, ilyen tök jól fordul meg. Figyeljetek, ide kell hozni a milöket, tejet, de az a durva, hogy milyen durva, hogy még mi nem csináltunk tejet. Odarész, milyen kicsi helyen meg tudsz fordulni egy nyergessel. Igaz, úgy nyírod a gumit így szerintem, hogyha keresztbe fordítod, mint az állat, de azért jó van. Na, elmegyünk a boltba, bevásárolunk, 8 darab van, 8 darab ilyen shipping akármicsak, kapásra veszünk 16-ot, és akkor 2 raklap lesz helyenként, és akkor meg kéne vennünk egyébként az összes shipet, meg az, meg kellene csinálnunk azt, hogy legyen minden kajája. Úgyhogy valami ilyesmit, miben gondolkozik ma a keeper. Jó, srácok, hogy a legyen meg tökéletesre a... az... a... Bazza, mindig az a birka szó, ez így elfelejtődik számomra. Elvileg a raklapok közé most már került olyan, hogy... Egg palit. Igen, itt van. Wool palit. Nagyon jó. És 64 000, vagy a small, és x8-szoros 64 000 literes is van belőle, ami mennyibe kerül? Jó, drága, de várjátok, akkor ebből kellene vennem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Figyeljetek, szerintem a 8 elég lenne, nem? Mit gondoltok? Szerintem a 8 elég lenne neki. Egyébként ennek egy külön trailert jó lett volna. Hát a franc tudja. Jó lett volna egyébként egy külön trailert hozni. Azt akkor nem lenne, nem kéne ezt a nagy baszot. De nagyon csúlya szólt. Ezt a nagy barom nagy trailert húzkodnom, érted? Lehet, hogy az jobb lenne. Meg ott a fent, azzal ugye tudnám a dollival húzni. Nem tudom, gyerekek. Mindegy, egyelőre vigyük le ezzel, jó? Meg kell csinálni, a mai résznek a feladata az, hogy a birkákat csináljuk meg. Viszont közben be kéne tárazni azért a izét is. A tyúkoknak a kaját. Nem tudom, hogy mennyi jött össze. Puppat, gyerekek, fogalmam sincs. Várjátok, mindjárt nyomok egy ilyen... egy hármas, és ez újra használható lehet? De, ez újra használható, ez nagyon jó lesz, gyerekek. Valamelyetek valamelyre arra orientálódjak, közben meg megnézzük, hogy mennyi van betárolva nekem. Gyorsabb, mert neki megyünk valamire. 200 000 liter. 107 000 liter, gyerekek, be van tárolva, plusz még van erre-arra. Jó, el kell osztanunk valamilyen szinten, jó gyerekek? Meg ezt ugye ebbe bele kellett töltögetni az első olnak. Birka legelő, arra se vegye meg, hogy birka legelőnek nevezek. Mindig olnak akarom, de ez birka legelő. Az első birka legelőnek a gyapjú mennyiségét beletöltjük. Ha teljen, amikor ezek megtelenek, akkor fogjuk ugye csak elszállítani. Szerintem ez így tök jó lesz. A tojásos raklapokat ugye majd be fogom én tárazni gameplay-en kívül. Most ugye nagyon nem pörgetünk időt, szóval azzal nem veszüntünk semmit, hogy mármint, hogy most egyesen megy az idő, egy-két tojásos doboz bekerül, adja fene, nem számít. Jó, mindjárt ott vagyunk ám, eljöttünk erre, lemegyek a földön, aztán mindjárt megvan nekem. Egyébként beszéltük azt, hogy ugye meg fogjuk venni az összes földet, és ilyen úthálózatot fogok létrehozni. Azt így nem engedtem el, csak még igazából még másra is van, kell a pénz. Ugye akkor 200 birkát megveszünk ólanként, és majd az föl fog rollolni szépen arra, amikre kell. Úgy gyerekek, viszont azért kellene valami kanalas cuccot, amivel összeszedjük ugye a koszolódást, mert ugye azt hiszem, hogy nyílen ki is van, meg is van történve az, hogy tisztaság 0%, és ilyenkor még termelékeny, de nem tudom, hogy az ilyenkor mi van. Mármint, hogy így gondolom, visszaesett a termelés, mivel nem tiszták, de hát mindjárt megoldjuk. Kellene valami monitor, vagy valami homlokrakodó, vagy valami, amivel így vissza tudom oda meregetni az árut. Valami olyan kellene, aminek baromi nagy kanala van, srácok, szerintem. Hajlok a bányagép felé, de ti azt biztos rüellenétek, hogyha bányagéppel csinálném itt a dolgokat. De hát szerintem az viszont egy ilyen érdekesség lenne, nem, srácok? Na, akkor az a szitu, hogy itt ezt pakoljuk már le.
nem így kellett lepakolni, hanem... Oké, okay. És akkor mindenhova egyet berakunk, és akkor ugye ebbe fog majd termelődni a gyapjú ezután. Ó, te fiú, hát ez most... Na. Itt is van egy. Mi jó? Oké, okay. 60, mennyi 60? 4000 liternyi termelődhet be, azért az egész jó lesz, az egész jó lesz. Úgy van, gyerekek. Hátsóhoz meg az első kettő, szerintem egyelőre egy-egy raklap elég lesz. Nem kell nekünk több. Jó. Oké, okay. És akkor még ott van. Várjátok ki, akkor egyébként azt csináljátok, hogyha akartok egyszerre négyet hozni, hogy így megfogsz egyet, és akkor tudod tolni. Ez egy ilyen tök jó megoldás. Ezt akkor nem kell azt csinálnod, hogy egyesével hordod nagyobb távolságra. Ezt így ilyen tutorial jelleggel mondanám a srácoknak. Oké, okay. Ide is. Ott meg azokat a maradékokat, bele is fogom szórni már. Ide egyébként kellene majd egy izé, kellene majd egy pautkocsi. Meg igazából minden. Oda nézzetek, mennyi izé, mennyi koszt keletkezett, azt a betje. Kíváncsi leszek, az mi lesz? Az, az amit tudok csinálni? Hogy mi keletkezett? Fű keletkezett? Ezt újra csak bele kell mernem, valami ilyesmit olvastam róla. Állattenyésztésen nem olyan túl sokat foglalkoztunk eddig, hát de igazából itt van az ideje, gyerekek. Jó, várja. Ezt az egyet még oda visszük, és akkor annyit csinálunk, hogy mindjárt kellene valami nagy gép, amivel itt ezt meg tudom csinálni, de minél gyorsabban, értitek? Mert most ennyi koszolódás, hú, várjátok gyerekek, ezt meg viszont bele kellene öntöznöm, nem? Be tudom öntözni? A nagy lószart, ezt már nem engedi beleöntözni, gyerekek. Úgyhogy ezt el kell vinnem eladni, sajnos. Mert itt lett egy csomó ilyen, amik ilyen kicsik, ugye? Ezt majd, nem, figyeljetek, nem is muszáj most elvinnem, majd a 8 mellé be fog férni, aztán jó van, nem? Teljesen fölösleges, rakjuk addig félre őket, meg igazából ide is rakhatnám félre, ezt akkor nem foglal mindenhol helyet, nem? Mit? Mert akkor nem foglalja el az utakat, úgy értem, nem helyet, helyet foglal, ugyanannyi helyet foglal, itt is, ha ugyanannyi levegőt szorít ki a környezetéből, szóval ez ilyen. Meg arra meg kell, azt meg kell nézni, hogy kb. Mennyire megy fel maximum, hogy jó árba adjuk majd el. Hát ugye ez nem olyan sok, ez olyan 20 ezer, hát ez olyan 20 ezer pénzt hozna. Jó, hát ez egy vetésforgulat, ez se rossz, de viszont majd, hogyha 8 darab fog termelni, amaj nem lesz annyira rossz. Na, ide is bekerült egy, akkor annyit kéne, oda is bekerült egy, bekerült, hogy kellene nekem venni egy gépet. Egyébként nagyon hajlok rá, várja, hol van nekem az? Így van a... Ez. És ez mekkora kanalunk van? 10.000 literes gyerekek. Mert ezzel azért el tudnék dolgozgatni, nem? Ez mekkora? Ez jó? Nagy? Nagyon nagy. Mert igazából ez konkrétan egy izajám, srácok. 381.000 literes, vagy 381 lóerős, na azt akartam mondani. Konkrétan ez egy kerekes rakodó, csak nem olyan unalmas, mint ez. Nem? Figyelj, majdnem ugyanakkora. Úgyhogy szerintem meg fogom menni, tök jó. Legyen egy kis változatosság, vagy létező gép. Jó, nem is olcsó, 126 ezerbe kerül. Megvesszük a katonát is. Aztán ez szerintem ez tök jó. Várjál, mit tud? Ez mindent is tud vinni, ugye? Mindent is tud? Trágyát is, minden gyerekek. Szerintem ez jó lesz. Konfigurálás. Ó, és üzéket is lehet rárakni. Ilyen... Olyan dolgokat tudjátok. Na, még van egy, 2,8 millió. Beugratunk a boltba, elhozzuk az utcát. Itt meg egyébként majd kellene valamit csinálni, de mindjárt sorba minden. Ja, jó, gyerekek? Ide beleugratok ebbe a crossba. Ez a cross, ja, ez a izés, ez a... Ez a cross, ez meg így be... Ja, ez a cross, ez megszűnt idén. Ez nem kell most itt, ugye? Ó, hát akkor a cross az le tud menni majd egy másik póttal oda alulra. Na gyerekek, szerintem ez a Hitachi egyébként, ez nem egy olyan extrém nagy ám. Most figyeld, ekkora kereke van, úgyhogy oké, hogy ilyen bányagépszerű. Hát ez egy, figyeljet, ez egy rakodógép. Mármint nem olyan túl nagy, hát kisebb a kereke. Figyeljetek, mindjárt úgyis a fent mellett megyek el. Ezt megmutatom, hogy ez nem olyan epik durva. Ja, egy bányagép egy kicsit túlzásnak
számít, már nem bányagép, ez rohadtul nem bányagép. Hát mondjuk, egyébként egy ilyen régi munkájában volt egy ugyanilyen, csak egy, hát körülbelül ekkora. De az olyan nagy volt, hogy emlékszem rá, amikor szoktam vele közlekedni, akkor ilyen a busznak a tetejét láttam. Mármint úgy mentem vele a busz mellett, hogy a busz az körülbelül ilyen addig ért nekem, mint a, mint a lába, érted, ilyen hatalmas volt. Hát akkora volt ez a gép, mindjárt elmegyek direkt itt a izé mellett, a fent mellett, nézzét, mi összehasonlításnak, hogy azért ez nem olyan epikusan nagy, szóval azért annyira nem csites ez. Nézd meg. Konkrétan akkora, mint a 15 feles fent. Hát az, sőt, tök akkora. Meg tök valami beleakadtunk. Jó, kicsit emeljük följebb a kadalat, meg úgy látom, hogy beakadás van. Oké, húzzunk a francba. Itt kell, mindenképp kell kialakítani egy utat. Gyerekek, azt mondom, mindenképpen meg kell csinálni, hogy a 41-es földre, a 41-es földet meg is lessük, hogy mi van, mert a 41-es földre könnyedén át tudjak jutni. Úgyhogy mindenképp kell ide egy út, egy híd, egy izé, egy ilyen gázló, akármicsoda. Jön a vonat, jó van. Aaaaaa, gyerekek! Megállítsuk a vonatot! More! Egyébként gondoltam. Ez meg még csak le van kultiválva. Hát ez elég jó megfogja. Nem csites egyáltalán ez a gép, mert oda nézzetek, alig akar fölvenni. Kigéne menni az útra, ott lehet, hogy jobban haladnánk. Tök jó. Nekem tetszik ez a Hitachi, nagyon szépen megvan. Csinálva az utolsó csapszegig, minden csillog-villog, mint a Salomon töke. Terepjáró képességeit nem olyan tökéletesek, látjátok mekkora slipje van. Úgy né, most majd mindjárt jobban fogunk haladni. Oké, és akkor megnézem, hogy lehet meg kipuszolni az aljukat, meg azt kellene csinálni, hogy le kellene koszáltatni az egész területet, be kellene hordani minden egyének vizet, kaját, mindent, hogy akkor ezek már termeljenek agyba főbe, akkor amikor majd a 41-es földet már meg fogom munkálni. Értitek? Meg ugye át fogunk menni marha tenyésztésre is. Tejet fogunk termelni agyba főbe. Ugye azt a részét is ki fogjuk maxolni ezen a mapon a Farming Simulator 19-nek, vagyis igazából a Farming Simulator, mert hát nagy változások nincsenek azért annyira a marha tenyésztésben, meg az így a birka tenyésztésben, meg ezekben. Jó. Oké, srácok. Egyébként nekem tetszik ez a gép. Úgyhogy ez bőven jó lesz ott. Nem is olyan túl nagy, szerintem bőven befér a hát figyeljetek, a fent az ott elfér, a 15 feles, meg a ki is akartam próbálni, mert nagyon tetszett nekem ez a mod. Oké, gyerekek, itt is ugye fűivar, ez van bőven mindenhol. Figyeljetek, ezzel orrébb is tudsz húzni valamit, ha akarsz, azért elég nagy. És akkor igazából ide nem is kell több gép. Az a véleményem, hogy ide nem is nagyon kell több gép. A kaszát mindjárt megindítom szépen hadarjon. Lehet, hogy közben beöntjük a csirkéknek a kaját, mert szerintem egyébként nem nagyon van nekik, de mindenképpen először megcsinálom itt ezt a... kipucolom itt ezt a területet. Egyébként mekkora böszmen a területeket füvesítettem be, az nagyon durva. Mint ilyen 5 percen keresztül mész egyik végéből a másikba. Amikor beértünk ide, aztán már sose érünk oda, már mi van már. Meg elég jól így beidomul a tájba ez a birkatelep. Ugye igaz, hogy birkák még csak az egyikben vannak, de majd alakulni fog. Jó. Jó, figyeljetek, minden együtt be kéne maxolni, hogy menjenek, és akkor ugye itt már termelődnek majd szépen a gyap. A gyaphiú. Nem a gyapot, mert az más. Hanem a gyaphiú. Na nézzük meg, hogyan működik ez. Elvileg, én úgy tudom, hogy mindjárt kiderül a gyerekek, szépen. Okosba fölszedni. Remélem, hogy föl tudom ezzel szedni. Igen, és ez az a durva, hogy ez egy fű konkrétan, fölszeded és elvileg vissza kell önteni. Ezt én sose értettem meg a Farming Simulatorba, de hát jó vagy gyerekek. És akkor konkrétan ezt így beüsszöltöm, és akkor kaja lesz belőle. Ez nagyon érdekes, hogy az miért így működik ebbe a játékba, de én hiszek nekik, hogy ennek így kell működnie. Jó, igazából elén mondtátok, hogy nyugodtan használjuk olyan módot, ami tisztítja a magát, mert egyit kell csinálni, hogy fölveszed és visszaöntök, amelyik azért nagyon nagy baromság, én úgy gondolom, nem? Mit gondoltok erről, majd írjátok le a véleményeteket, szerintem ez iszonyatosan nagy baromság. Oké, okay. Jó.
Következő állatik 4 óra van vissza, 4, 214 már van, nagyon jó, van neki víz mindene, annyit, hogy meg kéne csinálni, hogy akkor mindenhova 200 darabot megveszünk, de előtte akkor indítsuk el a csodálatos, mi a fenénket. Csodálatos, őt, ő nagyságát. Úgy, az a durva egyébként, hogy már megint megnőtt a fű, érted? Mármint, hogy úgy rá tudunk kaszálni a másikra, tehát akkor dupla annyi lesz rajt. Arra viszont nagyon kíváncsi lennék, mert hogyha rá tudnánk kaszálni a másikra, akkor ugye a felszerelővel dupla sebességgel tudod felszedni. Na, erre rohadtul kíváncsi vagyok, hogy ez hogy működik. Mindjárt ide is ki is fog derülni, mert annyit csinálok, hogy itt szépen megindítom, aztán adjál neki is annyi. Hát ez nappant érdekes lesz, mert akkor dupla mennyiséget tudok felszedni majd belőle, nem? Ez hogy van? Hogy van az? Figyelj, most én ezt így indítom. Konkrétan szerintem gyerekek ilyenkor a régi is megvered, és a marani, és rákerül még ez is. Tehát így konkrétan dupla mennyiséget tudsz majd felszedni a hamsterrel. Azért az se szar, nem gyerekek? Ez meg bőven nyugodtan csinálja a dolgokat. Mi megveszük a izéket, a BRK-kat. A vizet kell ugye nekik hordani, az se egy nagy kulcs. Jó lesz az, gyerekek érzi a keeper, hogy itt nem lesz hibatika. Igen, itt lehet megvenni. Jó, és akkor hadd szóljon, mozgatás. Há, fehér birka. 200 darab mindenhova, aztán Isten áldjon, mindjárt kiszámoljuk, hogy mennyit fog elvinni. 2,8 millió van. Tök jó, azért erről beszéltem, hogy az a jó, hogy nagyon gyorsan meg tudsz csinálni dolgokat, hogyha már ugye előre vagy haladva így a játékban, mivel rengeteg pénz bejön. Mindjárt kiszámoljuk, hogy mennyibe fog fájni. 200-at veszek, az szépen majd fölgravolódik, úgy is csinálunk mást, most tök fölösleges szerintem többet venni. 320 ezer, és még akkor 6-szor. Hát az nem gyenge, az ilyen 2 millióba bele fog fájni, szóval majdnem az összes pénzünket így el fogjuk szórni rá. Jó, van, ott van, dolgoznak, vagy izének csinálják szépen a dolgaikat, mehetek tovább. Igen, egy olyan 2 millióba bele fog fájni. De nem baj. És tényleg nem akarom 200-nál feljebb, mert hadd termeljék be majd a maradékot. Figyeljetek, irők, mint a tenger. Pénz nem izére kell, nem kajára kell, úgymond, vagy nem kenyérre kell a pénz. Tehát nem kell olyan gyorsan, hogy betermelődjön. Inkább legyen mindenhol 200, és akkor egyszerre kb. Ki fognak érni. És jó lesz ez nekem szerintem. Jó, az összes pénzbe is fog menni, jó, hogy nem költöttünk nagyon. Oké, menjünk tovább. Megveszünk mind a 8-ba. Meg akkor be kell hordani a vizet, közben lekasszálnak, közben hozunk majd egy pár hamster izét, anyagot, aztán mindjárt jó lesz. Mindig itt elfelejtem. Jó lesz ez, gyerekek. Jó lesz, hogy megint egy csomó pénzt elcseszünk, de ugye konkrétan egy idő után, hogyha ezt csináljuk, ugye lesz a tyúkoknak lesz kaja, ezeknek lesz fű, ugye az izé az kicsit bonyolultabb lesz, a marha tenyésztés, de ugye a marháknak is ugye megteremted a dolgokat, akkor egy idő után ömleni fog a pénz, olyan mennyiségű pénz, hogy ilyen részenként akár 10 milliók is ki fognak jönni, és ezt komolyan mondom, hogy szerintem részenként ilyen 10 milliókat fogunk keresni. Oké, hogy 1 milliárdot akkor is elég nehéz elérni, de pont kérdezte hamutartó barátom, hogy az 1 milliárd euró az hogy értendő? Hogy így bele az összes vagyonod beleértendő, vagy pedig csak készpénzbe kell lennie? Hát én úgy gondolom, hogy az összes vagyonunk legyen beleértve, mert azért iszonyat mennyiségű pénzt elköltünk. Ha belegondoltok, ezek a birkáktól elkezdve minden. Szerintem, amikor már így ki fogunk érni a játékba, tehát el fogjuk érni azt a 900 milliót, akkor, hogyha eladunk mindent, akkor meg is van az 1 milliárd. Szóval én úgy gondolom, hogy egy 900 millió KP az már mondható annak, hogy megvan az 1 milliárd, mert 100 milliót biztos, hogy addig belefogunk, vagy beleöltünk, meg bele fogunk ölni a különböző eszközökbe, állatokba, meg mindenbe, hát iszonyat sok pénz belemegy mindenbe. Jó srácok, figyeltek, ez egy ilyen tök jó kis lada rész lesz, megcsináljuk a birkákat, figyeltek, ezeket a birkákat is megcsináljuk egyszer, megcsinálunk rajta mindent, adunk nekik vizet, utána már csak pótolgatni kell. És mondom azt, hogy gameplay-en kívül is meg tudnám csinálni, de lehet, hogy egy idő után úgy fogom csinálni, de nagyon egyszerű, nagyon egyszerű.
A ízék lesznek várom már egyébként a szarvasmaratenyésztést, mert az azért kicsit bonyolultabb lesz, egy kicsit több dolgot kell csinálni, de azért az se lesz egy olyan vészes is, és szerintem még mindig ott tartunk, hogy azért egy ember is el tudja végezni ezeket a munkákat, nem annyira nehéz, nem annyira bonyolultak. Ugye ahhoz, hogy te is, mármint egy ember is el tudja végezni ezeket a munkákat, azért szükségeltetik az, hogy ilyen logisztikát, meg a különböző dolgokat, hogy járművek, meg eszközök, minden úgy kéznél legyen, meg ott legyen a helyen, meg minden, ezeknek azért kell lennie, mert hogyha gondoljátok bele, hogyha nem csinálnám ezt így, vagy tervezem a logisztikát ilyet, mondjuk, hogy így gramra kimérve, akkor elég szar lenne például, hogyha egyik helyről a másikra kombájnokat kéne cipelketni, legyen mindenhol minden meg eszköz, de fölösleges eszköz ne legyen. Szóval az a lényeg, hogy egy-egy telep környékén legyenek meg azok az eszközök, ami oda szükséges, de fölösleges ne legyen, mert egyszerűen akkor annak semmi értelme, nem kell. Egyszerűen nem kell, gyerekek. És mennyink van 960 ezrünk, igen, körülbelül jó számoltunk, ennyi az annyi, pont meg is lesz, és akkor marad még egy 500 ezrünk, vagy egy olyan 600 ezrünk. Szóval ez egy kicsi pénzünk marad, hát 500 ezer az első részben, hogy örültünk volna ennek. Be fognak indulni a birkák, ugye fölmennek 350-re, én azt mondom, hogy vetésforgónként biztos, hogy be fognak ezek termelni egy 4 milliót, én van egy olyan érzésem, a tyúkok az vetésforgónként betermelnek 2 milliót, az már ugye 6 millió részenként, mert ugye egy részben kb. Meg is tudod csinálni, hogyha jó pörgősebb, meg megvan minden eszközet hozzá, én úgy gondolom, hogy ez nem lesz rossz. Oké, okay. Jó, na gyerekek, tök jó, hogy egy kicsit ilyen szellős raktam, és nem olyan... Nem olyan egymáson van, minden dolog van. Jó, annyi kéne, csinálja a dolgot, gyerekek, mert az itt meg szokott fenekleni. Gondoltam bazza, hogy megfeneklet itt. Jó. Mindjárt megindítom visszafele, ha tudom. De ez nem fog kijönni. Várjál csak, ha csak nem be összecsukom. Az Istennek se, gyerekek. Jó, akkor ez izé lesz. Ezt megpróbáljuk, kicsit kievelem. Bocs, gyerekek, de hát... Gondolom, ti se azt akarjátok, hogy visszaugrassak, vagy valami hasonló, mert akkor megbolondulási lesz. És még mindig nem jön ki? Ha? És ezt ő... Gyerekek! Egyébként imádom ezt a mapot, de vannak olyan csúnya dolgaiben, hogy az... Vannak olyan csúnya dolgai, megőrülsz tőle. És ezt komolyan jól láttam én ezt? Azt hittem, hogy megemelkedett a gép, de lehet, hogy azért, mert fölfeküdtünk valamire. Lehúzom a szélét, azt akkor nem lesz valamilyen probléma. De az a durva egyébként, hogy most dupla annyi fű keletkezett, érted? Itt egyszerűen teljesen fölösleges betároldod, mert igazából annyit nyersz le, hogyha nem tárolod be, hogy csapatsz még egy adagot, aztán dupla olyan gyorsan telik a hamster, szóval a füvet nem érdemes tárolni. Mármint ebben ugye, hogyha nincs, nem tudom, hogyha elszáradás vagy elfogyadás van, akkor is gondolom a levágott fű az nem fog eltűnni, tehát nem lesz baj, azon semmi baj. Oda nézzetek, már izéig van, tengeig vagyunk a izébe, gyöbbe, bazza. Hát ezt itt soha életben nem fogom összezetni ezt a felét szerintem egyébként, mert azért mikor fogunk eddig elérni, hát ennyi fű az nem kell senkinek se. Na, viszont, akkor gyerekek, csináljuk a dolgokat, hordjunk be vizet minden egyinek, jó? Ami nem lesz egy olyan nagyon bonyolult. Egyébként, ha kettő darab ilyen vizes kütyüm lenne, akkor ugye nem kéne várnom, amíg megtellik, szóval lehet, hogy az hatékonyabb lenne. Nem tudom, gyerekek. Ugye az x ideig tart, amíg ez megtellik, ami eléggé sokáig tart. Úgyhogy még egy ilyen szütyköt le kéne hoznom, és akkor kettő traktorra tudnám oldani a vizet. Mert most ez itt vársz, érted? Ide lehet, hogy kéne még egy traktor, gyerekek. Ide lehet, hogy elviselnék még egy traktort, meg még egy ilyen vizes boardingot, nem? Figyelj, milyen sokáig tart ezt megtölteni. Ó, gyerekek, figyeljetek, hallod, még egy ilyen vizes boarding, meg egy ilyen fent nekem kéne, vagy valami, nem? Ja, figyeljetek, költsünk a pénzt, ha már egyszer van, nem? És ez hol volt? Ez hol volt? Az állatoknál, ugye? Jó sejtem? Jó szágnál volt? Igen, a vizes ballon ára. Lehet alapszín, lehet fekete, azt a betyár, gyerekek. Legyen másik színű, már csak azért. Lehet fehér, ugye? Nem van ilyen tört. Jó, legyen ilyen. Meg vegyünk még egy fentet, gyerekek, lesz gép mi.
Vegyünk egy másik traktort, hogy nem mindig azt mondjátok, ugyanolyat veszünk, de kb. Hasonló kategória, az azt jelenti, hogy... Nem tudom, inkább akkor egy John Deere-t, nem tudom, gyerekek. John Deere-t. Mekkora motor tudok belerakni a Johnny-ba? 4-5 fenes, hát csak elég lesz, gyerekek. Széles gumikkal. Mert a traktor színe zöld, gyerekek. Azért, oké? Okay? Két zöld traktor. Hát remélem, hogy nem nagyon baltáztam el. Viszont azt csináljuk, hogy ezt elviszem. És amíg beüríti, addig lehozom a John Deere-t, jó? És akkor itt két traktor lesz, meg a kasza, jó? Meg akkor lesz majd, meg, hát igazából itt a munkagép. Meg kell majd, lehet, hogy az uralt, vagy a, nem az uralt, hanem a kraszt le fogom hozni egy kicsi póttal, jó? Annyi még, gyerekek. Jó, és akkor mehetünk a bolthoz. Alakulnak a dolgok. Na, gyerekek! 8400 el, gondolom nem lesz azért gyenge a kicsike. Ó, dolly is kell, bazza. Kell egy dolly, gyerekek. Szórom a pénzt, apám úgy. Nézzétek meg, már megint 175 ezerünk van, aztán 3 millió volt 15 perccel ezelőtt, nem? Durván nyomjuk. Kettő darab kellene, mert amikor vizet töltöd, egy csomó víz benyelnek egyébként ezek a vackók. Aztán... Oké, okay, ez megvan. Azt csinálom, hogy visszamegyek megtölteni. Aztán kirakom akkor. Kirakom a következőbe. Gyerekek, legyen nyílen, jó? Figyelj, koszom most érkezett meg ide. Ezt meg valahogy úgy kéne fordulnom, hogy így. Nem már tölti? Jó. Hozom a izét, hozom a... Bazza, néha belekeverenek, hol vagyok, hallod? Valahogy ugorjunk már oda. Oké. Okay. Jó, és akkor kettő traktorra fogunk dolgozni. Egyébként esélyes, hogy hát nem tudom, még egy hamster vegyek-e. Hamster talán nem kellene még egy. Mert azért az amar kiürít, tudod, de az a baj, ez a vizet olyan lassan tölti meg, meg olyan lassan üríti ki, hogy nem tudod elég gyorsan beoldani. Jó, hát ekkor a traktor lehet nem is kellene volna a víznek, de azért legyen. Figyeljetek, van rá pénz, nem? Na, figyelj, na erre gondolom, ezt beszéltem, hogy csak ma vertünk el 3 milliót körülbelül. Érted? Úgyhogy a, szerintem az elköltött javak, azok már, amikor, igen, amikor olyan 900 millió KP-ben, az biztos, hogy benne lesz még 100 millióban. Hát én megkockáztatom, hogy szerintem ilyen 20-30 milliót már simán elvertünk, nem? Hát biztos, nem? Hát figyeljetek, rengeteg tyúk, ól, kombányhegyek. Megpróbálunk itt átmenni, bár lehet, hogy nem fog sikerülni. Ami nem is biztos, hogy egyébként olyan jó ötlet itt átmenni, de hát... Mondjátok, itt volt egy izé, volt egy átjáró, menjünk akkor ott, miért nem megyek ott, nem? Baza, itt még vannak gyerekek itt. A tereprendezésünk azért egy beütött. Viszont várjatok, akkor annyi, hogyha már egyszer. Ez már biztos megtellett. Jó, most ebbe a körbe annyira nem éri meg. Még nem. Egyébként olyan szarul csináltam meg, hogy azt a víztartóját ide raktam, mert nem tudsz mellette elmenni, érted? Érted, hogy mondom. Ja, igen. És ez lesz a matt színű, az meg a fényes színű. Egyébként szerintem az a fent az eresebb, vagy olyan dinamikusabb. Bár nem is néztem a teljesítményeket, de tökérezhető. Ja. Ne! Gyerekek, el kell mennem. Ébreszt a telefonom, de nem tudom miért. Basszus! Bocsánatot kérek, hát most nem hagytam meg a videót emiatt, nem jelent nem kóbon. Na, ébresztett a telefonom, more. Jó, menjünk. Kettő darab cisternám lesz.
Jó, hogy gyorsan tudjam ezeket csinálni, ezeket a munkákat, például ugye a vízbehordást, aztán figyelhetek, majdnem dupla olyan gyorsan tudom, hogy az egyik traktorra kiállok, a másikkal ürítem, kiállok, ürítem, érted? Akkor nem kell majd vinkódni vele annyit. Mert az elég lassan. Lassan tölti, meg lassan üríti. Szóval ezt így megúszod. Ezt így megúszszuk. Elmegyünk most erre, mindig másra nem megyünk. Meg ja, lehet, hogy az Urallal is ugye, hát ott az Ural meg, ó. Lehet akkor azzal meg tudtam volna ezt csinálni, csak legyen dedikált jármű mindennek, ne kelljen mindig átfognom, akkor lesz lesz vízes járművöm, lesz. Figyeljetek, hogy igazából tudom azt csinálni, hogy odafogok, és akkor húzom a másikat, nem? Mármint, hogy így egy járművel is le tudnék fogni, meg újra ráfogni, és akkor annyi történne, vagy a másikkal meg tudok hamsterezni. Mindegy. Egyelőre ki kell tapasztalni, hogy hogy tökéletes. Most egy kicsit olyan baj, hogy én elcseszem a dolgokat, mert szerintem ő majd kiürített. De még ide, ebbe kell víz, srácok, úgyhogy ide még visszajövök. Ja, elég szarul raktam le azt a víztornyat, mert nem tudsz mellé állni normálisan. Nem tudom, milyen messziről tölt. Innen még nem, innen se, innen igen, jó. Oké. Ugye megérkezünk a másikkal, és nézzétek meg, még csak kettőt töltük meg. Tehát még ezzel be tudok segíteni, tudom, rengeteg idő. De ugye később már kevesebb lesz, mivel azért nem olyan könnyen fogyasztják ki. Egy vetésforgó alatt nem tudom, hogy mennyit fogyasztod, várja, megnézem gyorsan. Elvileg a legelső birka a legerő, amit leraktam. Fűszéna, víz. 48 ezer liter. Mit van? Jaj, nem jó, mert már beraktam annak is. Na mindegy. De ki lehet számolni, mert ebben még maradt, ugye? Ez nem tudom hány literes, de ugye maradt benne még. Szóval az a lényeg, hogy egy jó pár vetésforgó még ki fog fogyni a víz, addig nyugodtan bőven meg tudom tölteni, akár gameplayen kívül is én visszatöltögetem. Ugye ez nem kerül pénzbe, ha már egyszer megvetted a kutyát. Ez nem egy olyan nagy plusz, viszont várjátok, már meg akarom nézni ez a ez hol megy? Jó, ez meg... Vereti, úristen gyerekek, itt meg már izé lesz, térdig érő fű lesz. Gyerekek, egy idő után egyébként folyamatosan legaszállod egymásra, és annyi füved lesz, hogy ezt esetleg érdemes lenne besilózni. Mert egyébként azt kéne csinálni, nem figyeltek, tudjátok mit? Mit szólnátok oda, hogyha valahova ide építeném meg a izét? 35-ös föld, lehet, hogy a 35-ös földre fogom megcsinálni a marhákat. És akkor innen ugye a silóba a maradék füvet, amit egymásra vágok agyba főbe, azt is be tudom rakni, és bunker silóba úgy értem, és abból is tudok szilást csinálni. Az sem lesz. Meg ugye a 30-as föld az tök nagy. Meg így hiszem, akkor elég messze van egymástól a kettő projekt, tehát akkor mégse egymás nyakán vannak, de mégis azért egymást kiegészíthetik. Nem is lesz a rossz gyerekek, úgy érzem. Na figyeljetek, ezzel már bemaktatunk mindenképp. Hát itt annyi fű lesz gyerekek egy idő után, hogy ilyen méter magas. De majdnem mámos méter magas, úgyhogy erre ezt nem tudom elképzelni, hogy a hamster az úgy fog telni, mint az őrült. Nem is pittyek, ne pittyegjél. Na várjatok itt akkor. Jöhet a következő. Most akkor annyit csinálok, hogy ugye ez nyílen van. Ez odébb mehet. Itt kell csinálnom egy utat, hogy itt lejövök, fölmegyek. Na, akkor ez nyílen van, és akkor ezt elkezdem üríteni. Na, érted? Így lesz a jó, így lesz a jó. Itt elkezdjük üríteni. Oké. És akkor a másik, meg... ez 10 éve kellett volna. Térképpel. A másik, meg elkezdhet tölteni. Ide csinálok egy ilyen utat így körbe, köré, és akkor azt tudjuk, hogy kell tölteni. Oké. Át tudok ugrani a másikba, ami valószínűleg már leürített. Egyel odébb megyünk, és így már mindjárt jobb, mert a töltési időket megspóroljuk. Addig tudunk más csinálni. Ez szerintem ez a legoptimálisabb módszer. Ugye milyen jó? Nem hülyeség, látod?
Addig látod, és még csak ideje ma 38%-on még majdnem még egy gépet el tudná működtetni. Ott meg fordul a kaszán. Ott van 4%, üríteni milyen gyorsan ürít? Lehet, hogy az ürítés így gyorsabb. Aha, meg is vagyunk. Már mehetek is oda. Amíg odaérünk, addig megtelik az. Ezt el tudom indítani. Mellette egy, gondolom kettőt is tud tölteni. A víztorony. Hogy ne tudna. Ugrunk át ebbe. És ez még mindig nem telt meg, látod? A telés az, az több időbe telik. Mi a szar? Ne már! Ne már, gyerekek! Ebből ürített oda, a másikba. És odébb jöttem, már nem tudja. Ebből ürített bele abba. Ugye, a kettő egymásból ürített. Túl közel nem érdemes állni, nem szabad. Na. Jó, basszus. A izé a fent ebből szedte ki. Remélem, hogy azért Dó csinálja, várjál, ránézek a fentre, hogy nehogy véletlenül most meg, annyira megakadt, hogy... Aha, abból szeret ki ennyi litert. Jó, oké, hát ez viccelő volt. Jó, ebbe még kell. Oké. Mehetünk a fentért. Levágtatunk. Ez lehet, hogy már másikba fog. Mert az biztos, hogy meg fog telleni már. Akkor ez a kettő megvan, a harmadik megvan. Látjátok, itt sokkal érdemesebb szerintem itt csinálni. Megyünk ide. Várjál már. Mi a szarért? Nem tudom, ez érdekes volt. Mi a franc pittyek? Ne pittyek! Elnézést! Ez tele van, mehetünk a következőhöz. Elnézést a kövögésre. Mehetünk ide. Szépen megtöltük minden gyerekek, ne vicceljék. Oké. Az már biztos kiürít. Figyeljetek, ide kettő traktor kellett, baze. Nekem egy rémálom lenne mindig megvárogatni. Úgyhogy ez egy jó ötlet volt. De nagyon durva, hogy ennyi víz kell nekik. Viszont micsoda pénzeket fogunk itt termelni. Azt nézzétek majd meg. Oké. Okay. Hát egyszer kell beordani, nem igaz? Egyszer kell beordani, aztán meg leszünk vele. Az ő traktorok itten dolgoznak. Annyira kell figyelni, hogy ne a izébe szedjük ki a fentből, hanem a víztoronyból, úgyhogy jó messzi állok tőle. Nem akarja, ne jó. Nem akarja jót. Miért nem? Egyszerre csak egyet tud? Egyszerre csak egyet tud tölteni? Lehet, hogy így van, mert nem nagyon akarja jót gyerekek. Na majd mindjárt. Ez megvan, azt akkor visszük úgyis tovább. Hú, de jó, hogy vettem kettőt, tehát majdnem három is elférne egyébként. De jó. Ez ám a nagy üzemi gazdálkodás, apám. Amikor idejével kettő darab szemitrailerre kell oldalra a vizet, mert különben nem nagyon elég. Oké, okay, annyi mindjárt, hogy ezt felhúzom ide, azt átugrunk a John Deere-be. Nyomok egy erret, megnézem, hogy akkor így, igen, egyet tud csak tölteni. Egy víztorony egyet tud tölteni, srácok. Tehát kettőt nem tudsz tölteni egyszerre. Na, ez megvan. A következő nincs tele elvileg, ez tele van.
Figyeljetek, itt az van meló bőven, passz. Van meló bőven. Jó. Ebben még fér. Nézzük ezt. Mondom, amíg megtelik, addig bőven leürít ez, és akkor mehetek tovább. Mi? Bérköltségek, jó. Milyen bér... Ja, izének a bérköltsége, mondom, mi bérköltségedik? Hát a kaszállás. Hát megyek ide. Ebben még fél. Oké. Okay. Ezzel közben megtellett szerintem. Még mindig nem tellett meg. A megtöltése rettentő sok idő. A kiürítése nem olyan sok. Jó, mert az a baj, itt nem tudok elmenni, látod? Csak úgy, hogyha lemegyek. És itt meg fölmegyek. Akkor mehetnék már a következő erre is. Jó, hogy ilyen időben van ragva ilyen jó szanaszéje. Mehetek a harmadikhoz, ugye? És akkor már csak kettő lesz. Ez a kettő, meg még kettő. Az üdítés mehet. Oké. Okay. Amilyen gyorsan csak lehet, megyünk át erre. Ebben még úgy látom, fér. Basszus. Azért van munka, gyerekek. Nagyon sok. Nagyon sok. Jó, akkor igazából tök mindegy, hogy állok ide, mert kettőt úgyse fog tudni tölteni. Viszont érdemes volt kettőt megmenni. Nagyon is. A kajára is rá kellene menni mindjárt. Ugye a fenttel fogjuk összeszedni. A kasza az meg itten dolgozik, mint az őrült, oda nézve. Figyeljetek, mindenképp le kell kaszálnom minden egyes tűcsomót, mert ugye akkor utána rá tudsz kaszálni. Bár lehet, hogy nem örökre, nem tudom, hogy hány réteget engedett egymásra. Ez is ugye dupla addig tartaná, hogyha egy darab traktorra csinálnám, úgyhogy... Sőt, ide még majdnem három is elég lenne, hogy elférne. Csak az a, vagy kettő víztorony, ugye? Kettő víztorony a két végében. Még egy víztoronyot kellene a végébe raknom. Jó, most már nem rakom le. De az lesz mindenképpen, hogy legközelebbi vízfordásnál kettő víztoronyra fogunk menni, jó? Mert ez így nem biznisz nekem szerintem. Két víztoronyra kell menni. Úgy látja a keeper. Várj, ne. Hát először be kell járnom. Először váljunk ide, azt utána ürítsünk, mert az ürítés az sokkal rövidebb ideig tart. Oké. Okay. Mindjárt megvagyunk. Aztán jöhet a kaja, az mennyi erre ugye? Minden egyi megint. Oké, okay. Annyit akartam megnézni még, hogy a... Az állatoknál a legelső birka ól. Kaja, fűszére, ez nyílen volt. Ugye? Na, fogyott belőle rendesen. Jó, ez meg megvan. Menjünk a következőbe. Így. Körítés. Közben ez talán töltött már. Jó, 75%. Mehetünk a legutolsóba, innen. A legutolsóba, ezen az oldalon. 91-92, figyeljetek, ilyenkor már indulok, aztán... Jó, 98-ig töltötte, annyi baj legyen. Ennyi vizet, úristen! Számoljátok ki, hát legalább 10-et kihordok, és 30 köbméter. 300 köbméter vizet kihordok ezeknek az állatoknak. És még nincsenek is nyílen az ólak, ugye még több lesz bennük, akkor még többet fognak izajelni. Isztogálni. Ez mehet ide az utolsóba, és igazából már csak akkor ezek két utolsó van. Jó. Mehetünk a másik géppel, mert ez is ugye az utolsót töltötte. De ugye nem lett nyílen. Én még egyet hozok.
És elvileg készen vagyunk, srácok. Már csak a kaja kell. Már csak a kaja, mi? Egyébként nem olyan beszélés a kaja behordás. Annyira nem durva. Oké. Nézzük. Az meg már biztos, hogy kiürített. Ó, tökéletes időzítés. Valószínű, hogy ebbe kell egy kevés, meg abba. Szerintem ezt a tartályt már meg se kell töltenem, bár aztán igazából megtölthetem, mert miért ne elfér benne a víz? Legalább akkor nem kell. Nem kell legközelebb. Valahol beállítom, azt majd beleöngedem valamelyikbe, hogyha úgy van. Oké, srácok, négy. Jó, rá is tudok nézni én igazából. Ja, ebben van kevés, ebben hol ez? Abban kettőben van kevés, ebben meg már annyit ittak, vagy mi a szar? Ja, hát jó. A legutolsó kettőt, ebben, meg ebben. Ebben van kevés. Jó, menjünk. Várjál. Hú, gyerekek, itt minden egyébként ebben a játékban, hogyha ilyen hatalmas nagy üzembe akarod csinálni, akkor minden egy dolgon múlik, semmi máson. Nem azon, hogy mit csinálsz, de hát azon is múlik, mert igazából leginkább a legkevesebb pénzt úgy látom, hogy a tipikál föld termelés adja, de az, hogy próbáld meg nagyon jól meglogisztikálni az egészet, hogy minden kevesebbet kelljen mozogni, és itt most hibázok, mert inkább azt kell csinálni a gyerekek, hogy minden, rájöttem bazze, tudjátok mit kell csinálni? Minden egy helyre kell lerakni egy kutat. Egy víztorgyot, és akkor megtöltöd, leengeded. Van ugye kutunk, konkrétan minden helyre le kell rakni egyet, vagy víztornyot, hogyha nem akarjuk, hogy modort legyen. Ennyi az egész, nem kell itt túl gondolni ezt az egész a gyerekek. Mindenhova kell lerakni egy víztornyot, vagy kutat. És akkor úgy konkrétan egy akár mekkorával át tudod töltögetni. Meg igazából mindenhol lenne egy tartálykocsi, egy R-et nyomsz meg I betűt, érted? Megtöltöd, kiengeded. Úgyhogy ennyi lenne az egész, és nem is kellene ilyen, nem mindegy, hogy mekkora tartálykocsi igazából azt. Ez az egész, ennyi. Kell egy kút, és egy, ide mellé egy kút, ide beállítani mindenhova egy tartálykocsit, és akkor nyomsz egy I betűt rajt, utána meg nyomsz egy izét rajt. Vagy egy R-et, ugye, hogy betöltöd, meg egy I betűt, hogy kitöltöd. Kész. Ennyi. Nem bonyolult. És akkor meg is vagyunk, úgy látom, ezt is megtöltöm, hogy akkor ne legyen üres. Jó, gyerekek, ez a projekt, hogyha ki akarod teljesen maxolni a logisztikát ezen a területen, azt kell csinálnod. Hogy mindenhova raksz le egy kutat, úgyhogy trigger ponton belül legyen a beállt mi ez, tartályautó. És akkor nincsen probléma, gyerekek. Jó. Oké. Itt még mindig csobog a víz? Jó. Figyelj, ezt mindenképp félreállok egy vele egy kicsit. Ne legyen útba. Várjál, tudod mit? Itt igazából ez maradhat is alattam, mert ezt annyira nem fogom itt használni. Ez már elkezdi tölteni. Nem tudom egyébként, hogyha én ezt így leakasztom, akkor azt tölti-e tovább. De hát ott rohadjon meg, ha nem tölti. Megyünk a izé hamsterér, jó? Dolgozik még a kaszám? Bazze, dolgozik még mindig. Úristen, gyerekek, ránézek. Ez már olyan füvet vág, ami ugye nem volt. Még itt? Jó, mindegy. Mármint nem duplál már. Visszük a hamstert, hozunk be kaját, jó? Minden egyikbe be kellene susmákolni egy adagot mindenképp. És akkor megvárja, megnézem a füvet a izéknek. Vagy a vizet. Víz 40 000, 40 000, 37 000, 40 000, 39 000, 40 000, 39 000, 42 000. Jó van. Tökéletes, gyerekek. Ja, 40 000 víz kör nekik akkor. Mindenhol izé kell víztorony. Nem olyan bonyolult lesz ez. Jó lesz a srácok. Na, és akkor megnézzük azt, hogyha rávágtuk tényleg, akkor az ilyen többe. Gyorsabban telik, hát nem telik már, ami marha gyorsan egyébként. Ilyenkor
Az a baj, ezt nem tudod csináltatni gépi munkás, elvileg, ugye? Nem, ezt nem tudod csináltatni, ezt mindenképp neked kell csinálnod. Jó, mindegy. Lehet, hogy beortolok. Beordjam gyerekek az összeset. Ez nem lesz kevés. Az mit csinál? Még mindig forgolódik, tök jó csinálja. De azt hiszem, hogy a legszélét én azt összeszedtem. Szóval lehet, hogy itt az van, hogy itt nem a dupla van. Ha mindegy, elmegyünk kb. Feléig, aztán visszafordulunk. Nem tudom, hogy ez úgy működik-e, hogy rávágja. Nem tudom, srácok. De lehet, hogy ez a csík. Ez még lehet, ezt én már egyszer felszedtem, tehát ez nem dupla. Na majd mindjárt meglátjuk. Elmegyünk X távolságig, és ott középen kezdünk szedni egyet, ahol már duplán van. És mindjárt ki fog derülni, hogy ha ugyanodaérünk, figyelj, ennyi az egész, 50%-ig megtelik, meg kell fordulni egy olyan helyen, ahol duplán van vágva, és kiderül, hogyha gyorsabban megtelik, akkor rávágja. Na, erre kíváncsi leszek. 50%-ig menjünk el. Ennyi az egész, nem bonyolult. Mert ugye akkor hamarabb megtelik. Akkor mit tudom én, hogyha dupla annyinak kéne lenni, tehát akkor feléig tudnék elérni visszafele, és akkor már nyílen lenne, tehát 50%-ot addig vág, mint most 25%-ot vágom van. Tehát most megfordultam volna mennyien? 33%-on, akkor elvileg, ha duplád vág, duplán rá van vágva ott, akkor ugye meg kell tölteni, mert 66% az 99, tehát akkor úgy működött volna, de inkább azt csináljuk, hogy megfordulok 50%-on, és meg fogjuk nézni, hogy gyorsabban telik-e meg. 50%-on meg is állítom. Fölveszem, most megállítottam. Most ugye nem szeri. Ennyi, eljön mondjuk. Figyeljetek, mint egy ilyen helyre. Ilyen jó nagy huppancs van, és akkor most. Ugyanonnan indulunk, ott. Így. Na nézzük. Elvileg föl kell szednie sokkal gyorsabbat, mint hogy elérjem a végét. Nagyon kíváncsi leszek rá. Hát szerintem gyerekek, ez rávágta. Oda néz, milyen gyorsan szeri, hallad? Ez rávágja. Akkor az a lényeg, hogy azt kell csinálni a gyerekek, hogy itt nőjön a fű és vágja egymásra. Oda néz, 70%-on vagyunk, hallod? Ez egymásra vágja. Egymásra vágja a füvet. 75%, figyeld. Oda néz, és igen, pont annyival a gyerekek. Nézd meg, 100% meg lesz körülbelül ennek a távnak, ugye az egésznek a felé. Úristen gyerekek! Az nagyon jó gyerekek! 87, figyelj, kb. Meg lesz, igen, körülbelül feléig. Nagyon jó. Jó, ide szuper. 92, igen, akkor egymásra vágja a gyerekek. Hogyha érted, ilyen tízszer egymásra vágod, akkor instant megtelik majd a izé hamster. Á, nagyon jó. Jó, ugye most meg már megyünk mind a szélvihar. Visszük befele, látod? Megtelett eddig, és még van egy csomó vissza. Úgyhogy azt kell csinálni, egymásra kell vágatni minél többet. Csak annyi fű lesz itt, hogy, mint az Isten nyila. Nagyon, nagyon, nagyon tökös, és van tényleg kellene bunkersiló, és tudjátok, mit kellene csinálni? A bunkersilót kell telepíteni, lehet, hogy inkább nem is az, hogy a maratány, hanem itt a fölösleges mindig összeszedni, és akkor izé eladni, berakni szilásnak, majd bunkersilóba szilás csinálni belőle, azt eladni izébe, biomasszába, vagy valahova. Mert azt egyébként iszonyat jól veszik. Hát itt van egy kicsi dombocska, azért itt vannak problémák, úgy látom. Ez nagyon durva, hogy egymásra vágja. Hát igen, ahogy ne látni, hogy egymásra vágja, egy hasmalasságig van már a fűt baza. Nem csoda gyorsan megszedi a idén hamster. Igen, gyerekek, akkor... Igen, meg kell nézni itt a dolgokat. Egyébként tudjátok, mint gondolkozok itt? Ide lehetne telepíteni egy valami... Figyelj, csak 8 fele kell elosztani. Lehetne telepíteni valami futószalagrendszert. Nem? És kacok, mit szólnátok ehhez? Baza, nem ide kell volna hozni, ugye voltál. Hanem még odaérünk. Ide a fűj kell, te! Szerencsétlen gyerek. Vagy a víz kell. Miről beszélsz?
Mondta, hogy ürítési oldalt kell váltanom, ami mindig ezt lehetem. Mi? Jó van, gyerekek, szerintem ez tök jó lesz. Figyeljetek, nem tudom, lehet, hogy elbúcsúzom. Gameplay-en kívül lehet, hogy össze fogom hordani még ezt. Nem tudom, írjátok meg, jó? Most úgyis Holdup Farming Simulator 22-t tervezek, írjátok meg, hogy hogy legyen, hogy gameplay-en kívül behordhatom-e én. Mert igazából ugyanennyit csinálnék. Egyszer, aki egyszer látta Rómát, az látta százszor, érted? Vagy nem tudom, hogy mondjam, milyen, milyen metaforát használják erre. Az a lényeg, hogy szerintem sok értelme nem lenne végignézni, hogy behordom az összes oldba. Egyszer, egy oldba láttátok, hogy fordom be, akkor igazából láttátok az összeset szerintem. Igen, meg akartam nézni, hogy mennyi került bele. 91 ezer fűszéna. Majdnem nyire is várj. Akkor 8-at, 7-et még, nem, 6-ot még behordok, és meg is vagyunk, gyerekek. Ja. Jó van, gyerekek. És akkor azzal azért el van egy darab, és szerintem azt egy 3 betűs forgónyig biztos, hogy el van. Nem is tudom, 10-valahány napig assza, meg 10 napig, vagy 10-valahány napig van el. Vannak el az állatok? Az jó. Tehát jó. Jó, a gyerekek, szerintem tényleg elbúcsúzom, más nem akartunk, ugye? Mindent megoldottunk, amit akartunk, minden egyben van. Jó szág, elvertünk egy csomó pénzt, van 170 ezrünk, de hát annyi baj legyen szerintem. Itt még, mit akart a keeper? Ja, itt, ilyen jó, hát ez itt jó helyen van. Igen, úgy kell megoldani, hogy minden egyben mellé legyen egy kút, érted? Ide a kút, ide rakod a kutat, oda rakod a tartálykocsit, nyomsz egy R-et, utána egy itt, azt kész. Lehet, hogy azt meg is csinálom, azt akkor nem kell vele vinkornom, gyerekek. Van, ugye, nem muszáj ez a víztorony, tudod. Majd a garázsból ezt a víztornyot ki is csapom minden, mert akkor ez tök fölösleges. Úristen, ez a raklapok, ezek a kemények, gyerekek. Nem fagyunk ki tőle. Hol az a szaros víztorony? Úristen, meg mennyi csirke volt-e? Ezt eladom, fölösleges ide. Inkább akkor legyen az. Figyelj, vesz, nem tudom, mennyibe kerül az izé. Az egyébnél van, ugye? Van nekünk. Ilyen kút, figyelj, körülbelül ugyanannyiba kerül szerintem, most ez nem egy nagy olyan érvágás, hogy most én nem izét rakok. Na várja, hol van? Hol volt az a kút? Water pump. Érted, hogy mondom, ide lerakom. Mondjuk ide. És akkor be tudsz szárni a kettő közé. Meg is tudod tölteni, ki is tudod rakni. Nem? Szerintem ez egy tök jó megoldás. Nem, gyerekek? Hát ez, ennél coolabb megoldás nem létezik. Na mi van? Hú, miért nem akarja arra vinni már, figyeld. És mi történt vele? Figyelj, nem akar arrébb menni. Ez érdekes. Olyan. Nem tudod arrébb húzni ezt a kutat? De durva, figyelj! Mert a map széle is, gondolom ekkora trigger pontja, hogy nem tudom, hogy van, és emiatt. Ez érdekes, a legutolsó akkor szenvedés lesz majd csinálni. Nem tudod, de arrébb, ennél vonalnál tovább nem tudsz vinni objektet, figyelj. És ez ugye, ez a akárhol rakhatsz tárgyat mód se segít, mert nem engedi arrébb vinni. Ez úgy érdekes. Ez úgy érdekes. Nézzünk egy modulatlant. Szerintem azt sem engedi. Nem, látod? Nem engedi tovább. Jó, hát akkor ez van. Egyébként lehet, hogyha belőle raknám, az is segítene. De lehet, hogy nem tudom, meddig triggerelődik. Ha mázling van, akkor jó lesz. Hát ide raktuk, gyerekek, annak belőle kerül. Figyeljetek, hadd próbáljam már ki, hogy ez egy working-e. Nem tudom, hogy melyikben mennyi van. Nem tudom, ki tudom üríteni belőle? Lehet, hogy van bennük. Nem tudom, ki tudom-e üríteni. Kirakás itt van-e ilyesmit. Ctrl-i. Nem tudod kirakni a vizet? Ez jó. Na jó. Nem tudod megszüntetni, hogy víz legyen bennünk? Kameraval durva lesatolás valami aktiválása. Nuku. Viszont, ugye, izével ki tudom rakni, úgyhogy, bocs, hogy azt csinálom, de ezt ki fogom üríteni izével. Kiürítettem, ugye? Aztán pénzt nem csaltam meg semmit, csak az, hogy tűnjön el belőle, le fogjuk tesztelni, hogy ez hogy fog működni. Ugye, ez olyan developer mód, aki kérdezi, az
Na figyelj, az a lényeg, hogy bejön-e itt az R. Nem annyira mi. Nem annyira jobb begyerekek az R. Why? De egyébként az a izének is, hogy tök jó helyen kell lennie, ahol ennek a fednek. Pont ott kell lennie, ahol zavar engem. Mindjárt odébb állok bele, meg akarom nézni most. Valami nem stimmel. Menjünk ma odébb, induljunk el, legyen szíves. Köszönöm szépen, uram. Végre megtörtént a csoda. Jó. Valamiért nem működik, de valami. Lehet, hogy itt van, ennek itt van ilyen trigger pontja. Akkor jó, elcsesztem egy csomó pénzt semmire megint. Az lett volna jó. Ez miért nem működik? Na, de működik. Itt működik. Na várjál. Megnézem, hogy úgy be tudok-e állni. Az a baj, akkor ezt be kellett volna fordítani azt a valahogy kutat valószínűleg. De figyelj, ez is nem baj nekem, mert így állsz be. De hülye vagy. Így állunk be. És akkor az a lényeg, hogy nyomok egy erret, és nyomok egy ít. És konkrétan egyből ürítesz, meg egyből töltesz. Most ugye azért nem ürít tovább, de ez ilyen atom lassan tölt. Azért nem tudsz üríteni, mert nem kell, nincs neki hely. De ez a kút, ez ilyen epik lassan ürít, gyerekek. Hú, de figyelj, hallod, ezt most nagyon elcsesztem, hogy ilyen tellik. Ennél a idő biztos, hogy az gyorsabban telett, nem? Ó, ne, gyerekek! Ó, ne, gyerekek! Meg ugye nem is jó van ez a pontja. Ostenem! Ki ne fagyja, apám? Na, ezeket a kutokat el kell tüntetni, apám. Ez nem lett jó ötlet. Hát, nehogy kifagy! Aztán nehogy kifagyjon, lad. Beszarok neki akkor. Viszont az utolsónál biztos, hogy nem lesz jó, úgyhogy arra figyelni kell. Amúgy ez nem volt rossz ötlet, csak ez a kútes szerintem valami iszonyat kicsi kapacitásúnak számít. Úgyhogy víztornyot kell lerakni, úgyhogy nem fogom megúszni a pénzt. Az nem is tudom mennyibe kerül, de majd mindjárt kiderül. De így ugye akkor beállítod úgy, hogy egyszerre itt és erre is nyomhatsz, és akkor csak konkrétan átfolyik rajtunk. Tehát ide igazából akár ilyen kicsi tartály autó is elég lenne. Ilyen legkisebb tartályokat megveszed, azt is találjon. Water pump, oké. Érdekes, onnan bentről is kiszedik. Jó. Jó van, gyerekek. Úgyhogy ez egy tök jó megoldás. Érdekes megoldás, de szerintem tök jó. Na egyéb, elmondom egyéb, és akkor hol van a víztorony? 5000-be kerül ez is, úgyhogy ez nem fog főtől várni minket. Az a frankó, hogyha egy jó közel ide rakod. Oda rakjuk. Hát ide nem engedi, úgyhogy oda nem rakjuk. Ide rakjuk. Jönök, jók. És akkor meg is van oldva itt a keleti kérdés. Így. Mert akkor annyit kell csinálnod csak, hogy beszállsz a gépbe. Tudsz erret nyomni, és ugye tudnál I betűt is nyomni. Nem tudom, meddig tud erret nyomni. Konkrétan ide beállsz, innen is tudja tölteni. Egyből csak átfolyatod. Olyan, mint hogy átpumpálnád a vizet az állatoknak. Ez baró jó szerintem. Jó, el is állítom, ez egy nagyon nagy ötlet, tök jó. Igazából a legegyszerűbb az lenne, hogy a legkisebb tartályautó, ami igazából átpumpálná a víztoronyból a vizet ugye az állatoknak, és ezt fogjuk alkalmazni majd a marháknál is mindenképpen, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. És szerintem ez egy jó ötlet, biztos más is alkalmazta, nem én találtam fel a spanyol viaszt, de nem segített senki ebben, nem sugott senki. Jó, oké. Okay. És ez tök jó. És valószínű, hogy akkor azt fogom csinálni, hogy veszek legolcsóbb ilyen eszközöket, és akkor úgy meg tudom tölteni, hogy csak ráfogok egy traktorra. Figyeljetek, nem is kellene akkor ide nagy traktor. Kicsi traktorra ráfogsz,
odaállsz, meghajtatod a szivattyút, átpumpáltatod belé a vizet. Úgyhogy ez tök jó, de egyébként az is jó, hogyha ezekkel így mindig odébb állsz egy kicsit, négyszer kell odébb állni, telepumpáltatod őket, kész. Most nem olyan nagy munka. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, ennyi volt. Hát nagyon jó haladtunk, és tök jó dolgokat csináltunk. Én úgy érzem, hogy nem tudom, hol van a izék kaszám. Itt van a kasza lekotkorád valahol. Aha, ez itt befejezte, úgy gondolta. Jó, nem is baj. Nagyon jó van, gyerekek. Majd, hogy nem végzett teljesen. Egy kicsit le van amortizálódva, úgyhogy ezt majd meg fogjuk javítani. Én most beviszem. Annyit még megcsinálok, jó? Elballagunk addig, meg akkor átgondoljuk a helyzetet. Az a lényeg, hogy nagyon jó, hogy egymásra kosszálod a füvet. Iszonyatosan sokat le tudsz szedni. Ezt meg kell javítatni mindenképpen, mert nagyon gyorsan amortizálódik, bár rengeteget dolgozik. És nem tudom, hogy hol lehet eladni a szílást, mert akkor amellé kéne bunkersilót telepíteni, és oda behordani, és betömöríteni, és akkor szilás formájában meg eladni. Vagy pedig azt csinálni, hogy a marhákat, látok, hadd csináljuk már egy, nézzünk körül itt a 35-ös föld környékén, jó? Hogy itt mi a szituáció, gyerekek? Mi a szituáció? Itt mi van egyáltalán rajt? Ne azt, nehogy azt mondjátok, hogy búza. 35-ös föld, gyerekek. A 35-ös föld a végén még nekem nyerő páros lesz. Baza, nincs rá pénzem! Na most nagyon rácsesztem. De várj, ez nem is búza. Ez talán... Zab. Milyen? Zab. Igen, zab. Nem lestem, tök durva. Tök jó. Hát mondjuk nem olyan nagyon nagy, nehéz rájönni. Figyeljetek, lehetne itt a izény. Tök nagy. Tök nagy az a terület, lehetne itt a szarvasmarhatartás, nem? Mit szólnátok hozzá, gyerekek? Úgy kellene csinálni, hogy az aljába telepíteni, mert ugye az anyagot, amikor vizet be, akkor nehéz vagy, lefelé mennyi, könnyen. Ne az legyen, hogy a dombra kell felordani mindent, jó nehéz dolgokat. Gyerekek, ez tetszik. Ó, itt van egy ilyen sarok. Oda nézzé, testvére. Ami elég egyenesnek is tűnik. Ó, gyerekek. Szarvas marha tartás. A végén még a keeper itt rájött a idejére. Csodára. Már eléggé olyan dimbe és tombos. De hát másik se lesz jobb. Én úgy érzem, itt már egy kicsit kompromisszumokat kell kötni, vagy pedig lelapítjuk a tetejét, gyerekek. Megfelézzük, hol van a legnagyobb pont, bár egyébként, bocsánat, a legegyszerűbb nem így, hanem dekorációval fogod így nézelődjé. Aztán már is látod, ez milyen jó lett. Ez nagyon jó lett. Itt ez tök jó. Na, és akkor a szarvas marha. Én nem akarok itt bent, tehát ezt engedjük el, jó, hogy én itt bent. Figyeljetek, mondjuk ide középre lehetne. És akkor körbe, meg kukorica, meg minden. Figyelj, ide középre, ahol van ez a plató, kicsit lelapítjuk, és akkor ide végig, mit tudom én, három, mennyit tudunk lerakni? Négy darab böszme nagy ólat, hát akkora ólak ám, mint a nagyon durvák. És akkor a körbe, meg mondjuk kukorica. Aztán Isten áldjon, hallod? Mekkora király lenne, gyerekek. Na, mit szóltok ehhez a dologhoz? Ez lenne a... Mert itt néztem még ezt. Na hát, ez se jobb szerintem, nem? Hát, ez se jobb szerintem. Nagyon nem jobb, gyerekek, nagyon nem. Figyeljetek, ide a lesz fel fölé. Innen indulnánk, és akkor itt valahol ezen a részen. Most nem tudom megnézni, mekkora egy... Meg akkor ugye itt van ez a rengeteg fű, az ugye bunkersilóba mehetne be valahova. Vagy pedig a bunkersilót, igen, azt is el tudod. Figyeljetek, ezen a földön kellene megoldani. Körülbelül lesimítanánk ebbe a magasságba, így. Ez a domb leugrana, de ugye ez az alsó része meg megmaradna. Meg akkor, igen, akkor ugye ez a földről tudná szilást termelni bőven. Jó van, gyerekek, szerintem ez lesz. Itt fogjuk kialakítani a szarvasmarha részleget. Hát itt meg figyelj, ennyiből megtöltöttünk. Most már egy izét, 50%-ra. Tehát itt horribilis mennyiségű fű lesz. Meg ugye még itt van ez a rész is, nem van fű bőven. Szóval, szerintem ez így lesz, gyerekek. Oké. Írjátok egyébként ötleteket nyugodtan, hogy szeretnétek, vagy jól látjátok, vagy jól gondolom-e, hogy ahogy csinálom. Kíváncsi vagyok nagyon a véleményetekre. Nyugodtan írjatok. Várjátok, egy dolgot megnézzek, hogy az időben, hogyha belepörgettünk, talán most meg kéne nézni, hogy ez a gyapjú, ez mennyibe megy már, mert 2100. Hát figyeljetek, ez szerintem, és ez a második értékesítési állomáson lehet eladni csak. Ez elég szomorkás, nem?
csak ott. És 2500, és szerintem egy 2500-nál jobb árban nem fog elmenni. A tojás úgy látszik, hogy jobb, bár lehet, hogy ez jobban termelődik, arra sem tudja, mert kevesebb dolog kell neki. A tej az mennyibe megy? A tej? A tej is csak 2400, 1000 literje, az eléggé kevéskének tűnik. Na mindegy, figyeljetek, megcsinálom gameplay-en kívül, behordom akkor az árut, és akkor a szarvas marhatelep meg itt fog elhelyezkedni, én úgy gondolom. Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!